Ez a kérdező Nógrádi Györgytő a mai adása. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, az Zoom túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok, tanár úr, üdvözöljük! Jó reggelt kívánok! Szeretném elmondani, hogy ma délután 18 órakor Tamásiban tartok előadást. Az rólam van elnevezve. É, é, erre rá fogok kérdezni, nyilván lesz ott néhány helyi történész. Holnap együtt megyünk Visontára, holnap után pedig előadásom lesz Szerbiában, Tovább. Bocsánat, hogy mondtam rosszul, topolyán, Palicsom voltam utoljára. Csodálatos szép, palics. A palicsiakat is várják topolyára, a szervű. Jó, segítséget, köszönöm. Tegnap este voltam egy fogadáson a német rezidencián, ahol beszédet tartott amerikai nagykövet, David Pressman úr. Ő elmondta a szokásos amerikai iniciatívákat a demokráciáról, mindenről. Azt elfelejtett elmondani, hogy Biden Január 20-áig marad elnök viszont engedi ezt az amerikai rakéták bevetését Oroszország ellen, talán erről majd beszélünk. És én újra elmondanám, amit többször elmondtam, hogy január 20-ával a nagykövet úr fogja magát, csomagol, és végleg távozik Magyarországról. Hál' Isten. Pont. És milyen érzés volt a Pressman nagykövetet személyesen látni, illetve sikerült-e pár szót váltaniuk egymással? A német nagykövettel beszéltem, a hölgy én nem akartam az amerikai nagykövettel beszélni, ő ült az első sorban, én a harmadikban. Első Kinek mi jutott? É, ő nem fog sokáig már az első sorban ülni. Azt néztem, hogy az öltönyel jó szabású, amit mond, az a szokásos amerikai narratíva pont. Ma elmegyünk majd úgyis a részletekbe, bele is mehetünk akkor, hogy melyek az elmúlt időszaknak a legfontosabb hírei rengeteg dolog történt, én néhányat írtam föl, mondom visszafelé. Ami érdekes volt, hogy Scholz a német kancellár tegnap újra fölvettette a káfráket, tehát a kancellár kérdést, és bejelentette, hogy ő akar a a párt kancellár jelölt jelenni, és megnyeri a február 23 i választást. Én nagyon kíváncsi vagyok, én semmi esélyt nem adok neki, de talán erről majd tudunk beszélni. A következő, amit fölírtam, hogy megalakult a türingiai kormány, három keletnémet tartományba volt választás, egyikbe első lett a AFD, másik kettőbe második, türingiába első lett, kormányt hozott létre a CDU, SPD és a Szaravágák megféle szövetség, 50%-uk van a parlamentben, meglátjuk, hogy mi lesz. Következő az, hogy Erdogán azt javasolta, hogy a mostani vonalon álljanak le az oroszok és szülesen fegyverszünet oroszokra a háborúba, az orosz vezetés, miután Oroszország előre megy, ezt leállította. Nagyon érdekes volt, hogy Gázába bement kettő, bocsánatot kérek, 109 terautó segély, ebből 98-at elraboltak. Mindent kifejez. Még egyszer én is is majd önkérdez, a Hamas bejelentett, rablókat kivégezték. Kína, Bejelentette, hogy 20 különböző terrorista szervezet van Afganisztánban. Afganisztán természetesen tiltakozott. Az USA, Ausztrália, Japán ettől kezdve rendszeres hadgyakorlatot fog végrehajtani Kínával szemben. Észak-Korea egyetlen NATO nagykövetség van ott, ez a svéd, és a lengyelek bejelentették, hogy ők is akarnak nyitni egyet, meglátjuk. Törökország nem engedte át az izraeli államfőgépét, aki Azerbajcsánból ment volna egy ünnepségre rengeteg bármelyikről lehet órákig beszélni. Afganisztán bejelentette, hogy az újjáépítéséhez NATO segítséget kér, mivel NATO volt ott két évtizeden keresztül, és ami még érdekes volt, hogy Irán támogatja a Hezbollah esetleges tűzszüneti javaslatait. Itt tartunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor kezdjük talán azzal a hírrel, amiről már tanárul is beszélt, hogy Biden elvileg engedélyezte a nagyható távolságú rakétákkal Oroszország mélységi területének a támadását, és az Orosz Védelmi Minisztérium kiedett egy tájékoztatást, amely szerint az ukrán haderő hat etekemsz rakétát indított az oroszországi Brjansz területre, és hogy ebből egyébként a légvédelmi, tehát te, a légvédelem ezeket megsemmisítette. A kérdésem, hogy ez mennyire lehet reális, tehát ki lehet-e azt mondani, hogy Oroszország már lőtte nyugati fegyverekkel, nem, bocsánat, Ukrajna már lőtte nyugati fegyverekkel Oroszországot? Válasz az, hogy igen. Itt nagyon sok minden van. Egy, ezek a rakéták 300 kilométerre tudnak bemenni. Kettő. Ő végigolvastam az orosz jelentést, a az volt benne, hogy a hat rakétából ötölt lelőtek, egyet eltérítettek. A probléma az, hogy ettől kezdve a háború eszkalálódik. Na most én nagyon aljas leszek. Ha Biden elnöksége x napján hetébe, február 24 után két évvel ezelőtt, amikor elkezdődött a rakéta, ilyen döntést hozott volna, azt van az ember, hogy rendben van. De most, amikor néhány nap van hátra az elnökségéből, ma van november 20, 31, 50, 60 nap van neki hátra az elnökségéből. Amikor amit csinál, azzal nagyon nehéz helyzetbe hozza a Trumpot, a republikánus vezetést, és általában a világot, akkor nem lehet más mondani, mint hogy megöregedett és amit csinál az ajasság. 60 nap alatt nehéz helyzetbe hozza az oroszokat. Megváltoztatták az orosz atom atomdoktrénát. Nagyon kíváncsi, hogy az oroszok mit fognak lépni, Lavrovtól kezdve medvegye végig mindenki nyilatkozott. El lehet mondani ki, mit mondott. De ennél fontosabb, hogy nem hagyja meg a mozgást az új amerikai vezetésnek. Ez minősíthetetlen. Ez egy egyúttal egyébként azt is jelenti, mert hogy ugye a másik hír meg az, hogy állítólag Oroszország tényleg megváltoztatta a nukleáris doktrináját, amiben ez van, hogy ha rakétákkal támadják az orosz területeket, akkor bevethet Oroszország nukleáris fegyvert akár másik ország ellen, hogy most még rosszabb lehet a helyzet január 20-áig? Igen, egyértelműen. Egy az Európai Unióból a a külügyi főképviselő már üdvözölte a tervet kettő. A britek és franciák bejelentették, hogy ők is hozzájárulnak a brit és francia fegyverek felhasználásához, majd visszakoztak. Németek nem engedik a Taurus-t átadni, a Taurus sokkal gyorsabb, mint a brit vagy francia rakétát, tehát sokkal veszélyesebb lenne. A Scholz, amíg ő a kancellár ezt nem engedi meg. Tehát nagyon érdekes a helyzet, még egyszer január 20-a jön Trump, de a január 20-ig még a Biden is admin milyen, nem akarom mondani, hogy baromságokat csinál, ez fölbecsülhetetlen. Ugye azért érdekes, mert még a CNN, amit azért nem lehet orosz barátsággal vádolni, és más nyugati hírforrások is azt mondják, hogy az Etekhems rakéták korlátozott száma miatt ezek a támadások nem lesznek képesek érdemben megváltoztatni a háború menetét. Miért dönthetett mégis úgy Joe Biden, hogy ezt az amúgy tabu témának számító intézkedést meghozza? Ugye azt mondta, hogy a Trump adminisztráció sorsát akarja megnehezíteni. Ez lehetett a cél, vagy ők tényleg úgy gondolják, hogy ha Putyin győz, akkor leigázza egész Európát, vagy akár az egész világot. Szerintem a kettő együtt, plusz a Biden szerintem már nincs abban a helyzetben, hogy önálló döntéseket hozon, elé teszik. Tessék megnézni, a 14. szankciós csomagnál tart Európa Oroszországgal szemben. Mit ért el? Az amerikai külügyminiszter Blinken tizenvalahányszor ment el eddig, tavaly október 7-e -a, a háború kezdett óta közel-keletre. Mit ért el? tessék megnézni azt, hogy Biden visszalépett, mert nem vállalta az elnökséget, a barátai mondatták le, és indították helyette a Kamala harris aki megsemmisítő vereséget szenvedett el. Tehát ez a demokrata vezetés az elmúlt hónapokban kudarcot kudarcra halmozott, és most rátette egy lapáttal, amikor kész helyzetére akarják állítani az oroszokat, elnézést kérek, és az új amerikai adminisztrációt. Zelenszkij fölhasználja ezeket a fegyvereket, mert tökéletesen tudja, hogy Trumptól nem tud pénzeket lenyúlni, neki engedelmeskednie kell az amerikai vezetésnek. Mit mond egy nap óta Zelenszkij, hogy az USA nélkül nem tudja megnyerni a háborút? Bocsánatot kérek, két és fél év alatt az USA-val sem tudta megnyerni a háborút, tehát én úgy érzem, hogy a világnak nagyon kezd ele kell lenni a Zelenszky féle propagandából. Viszont ezzel párhuzamosan meg most azt látjuk, hogy bár a háború akár mérséklődhetne is lévén, hogy jön a rossz idő, vagy akár ugye most már beszélnek egyesek a békéről, tűzszünetről, lehet, hogy itt még a vége előtt lesz egy annyira intenzív dolog, amiben még a világ is beleremekhet. Hát azért, hogyha mondjuk az oroszok tényleg elővennék a nukleáris doktrinát, nem tudom, hogy előveszik-e, abból lehet világháború. Igen, csak egy, remélem, hogy nem csinálnak világháborút. Kettő. Mit mondott Medvegyev, akit nem azért szeretünk, amit mond, mert amiatt nem lehet szeretni. A Medvegyev azt mondta, ő és ez katonai szakértő is, hogy angol-francia partok előtt robbantsanak atomtörteteket. Kiváló. De ezt szintén úgy hívják, hogy harmadik világháború. Tehát a Trumpnak a mozgás terét az amerikai lépések leszükítették. Végre olyan amerikai vezetés jön be, amelyik nem zsigerileg orosz ellenes, zárva el zsigerileg kína ellenes, de a Xi Jinping üzent Brazíliából az új amerikai elnöknek, nem a réginek, mert azt ő is lenézi, lekezeli, és nem tartja már tárgyaló partnernek, hogy Kína készen áll a konzultációra és kiegyezésre az amerikai Egyesült Államokkal. Nagyon nehéz hetek elénk nézünk sajnos. Ö, ugye elvileg, van egy ilyen is, de ez csak sajtóértesülés, hogy azt kérték Bidenék, hogy a kurszki területeket támadhatják az ukránok ezekkel a fegyverekkel, illetve ott vethetik be, ahol észak-koreai katonák vannak. Most egy kicsit az észak-koreai katonákra térnék rá, hogy ugye nem mindegy, hogy ők észak-koreai zsoldosok, vagy észak-koreai zászló alatt harcolnak, mert hogyha mondjuk Oroszország mellett egy másik atomhatalom is bekapcsolódik a háborúba, akkor az már tényleg megint egy új helyzetet teremt, nem? Egyet de ezek az emberek az észak hadsereg katonai tisztjei tábornokai, akik orosz egyenruhába fognak részt venni a harcokba. És mivel az oroszoknak rengeteg ázsiai népük van orosz birodalmon, Oroszországon belül, így különse feltűnés nem fog kelteni. Na most nyilvánvaló, ha elfognak észak-koreai katonát és a dél közé teszik, kihallgatják, az óriási észak-koreai presztízsveszteség lesz, de én újra elmondanám, hogy ma ott tartunk, hogy észak katonák rokonai otthon vannak, akit elfognak, aki átállott a családot kivégzik, és ezt a katonák tökéletesen tudják. A Reuters hírügynökség exkluzív információkat szerzett arról, hogy Vladimir Putyin orosz elnök milyen feltételekkel lenne hajlandó tárgyalni Donald trump egy esetleges ukrajnai tűzszünetre. Olyan túl sok újdonság egyébként nincs benne. Putyin nyitotta megbeszélésekre, de ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna mondjon le a NATO csatlakozási terveiről, és nem hajlandó jelentős területi engedményekre. Hetek óta ugyanez a véleményem, ugyanezt mondtam már az ön műsorába, Oroszország a Krimről nem hajlandó tárgyalni, Ukrajnának nem lehet otthon fegyvere, Ukrajna nem lehet a NATO tagja, és a Dombászba kell valami megoldás. Ugyanerről beszélünk hetek, hónapok óta, igen. Illetve azt mondják még az orosz források, hogy Moszkva nagyjából bele tudna egyezni a konfliktus befogyasztásába a jelenlegi frontvonalak mentén, a Donetsk, Luhansk, Zaporizsia és Herson megyék pontos felosztásáról még lehetne tárgyalni, és a nyitott lenni arra, hogy kivonuljon az Ukrajna északi és déli részén a Harkiv és Mikolaiv megyékben birtokolt viszonylag kisebb területrészekről, ugyanakkor a Krím félsziget jövője nem képezi vita Ö, Ezt az ország az orosz szakértők pár nappal ezelőtt mondták, mert amikor ezt az ajánlatot Erdogán megtette, akkor az orosz válasz az volt, hogy mivel mennek előre, is, én ezt elmondtam a bevezetőbe, ez már számukra nem tárgyalási alap. Egyébként mondom, most elvileg ez egy friss, és hogy öt Putyin közeli ember most szintén ugyanezt állítsa, hát meglátjuk. Igen, Azt nem az elmúlt 24 órában, mert az elmúlt 24 órában az oroszok ettől már elzárkóztak, igen. Ö, illetve azt is mondják, hogy a tíz krem közeli forrás szerint Putin egyedül hozta meg a döntést Ukrajna lerohanásáról, és megbízható tanácsadók csak egy kisebb csoportjával konzultált, és hogy bármilyen tűzszületről szintén ő egy személyben fog dönteni. Ez reális, egyébként, hogy Putin Persze, járzi. Persze, az Oroszországban azért szintén diktatúra van, ahol Putin dönt. Különösebb ö, probléma nincs. Ő nem foglalkozik a kormányjal, aki a kormányban nem, nem megfelelő, azt meneszti. Zárójel, a németek a második világháborúban abból indultak, hogy van egy emberük Stalin mellett. Kiderült, hogy a autójavítóban van egy ember, akiről úgy gondolták, hogy a németek hajlandó lesz dolgozni. Tehát az, hogy Stalin mellett van, ez ilyen barokkos túlzás volt. Az, hogy Putyin emberei most nyilatkoznak, nem tudom ebbe mennyi a pontos igazság. Hm. Mi a helyzet a másik oldalon? Ott ki dönt, az amerikaiak döntenek, vagy Zelenski dönt, és én megmondom össze, hogy egy kicsit bizonytalan vagyok ebben, mert pár hónapja lezelőtt én is azt mondtam volna, hogy amit az amerikaiak mondanak, azt csinálja a Zelenszky, de mi van akkor, ha Zelenszky talál új támogatókat akár az európaiaknak a, személy, a személyében egy dolog van, USA nélkül Ukrajna ezt a háborút nem tudja megvépni, nem tudja folytatni. Európában fegyveraktára hírültek. Európa nem tudja azt a pénzt odaadni, amit Ukrajna igényel, és amit Ukrajna ellop. Tehát, ha megnézem azt, hogy Ukrajnában minden szinten, szinte minden lop. Európa ezt nem tudja betölteni. Ehhez az USA kell. Ez január 20-ig így van. Ha ő megnézni, néhány nappal ezelőtt amerikai újabb 6,1 milliárd dollárt adtak át január 20-ig kőkeményen támogatják többek közt azért, hogy a Trumpot kész helyzettel állítsák. Így van. Egyébként Zeneszki egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy Ukrajna eddig is rendelkezett nagy hatótávolságú támadási képességekkel, beleértve a saját gyártású drónokat, a modernizált Neptúra de most már az amerikai Eteken is adottak, és ezek mindegyikét használni fogják, erről számadva a Ukraine Form, Ukrán hírügynökség. Azt azonban igen, ez megint egy túlzás. Igen, a drónok kipróbálás alatt vannak. Igen, a rakéták kipróbálás alatt vannak. Ezek ma még nem bevethetők. Képletesen holnap bevethetők lesznek. De Zelenszkinek annyira buta nem lehet. Nincs politikai képzettsége. Tudnia kell, hogy erre olyan orosz válaszcsapás lesz, amely sokkal több áldozatot követel ukrán oldalon, mint amit az ukrán rakéták vagy nyugati rakéták orosz területen elértek. Így pontos, igen. Akkor beszéljünk német aspektusból. Annalina én Berbok német külügyminiszter kedden kijelentette, hogy Németország nem fog engedni Oroszország új nukleáris doktrinája jelentette fenyegetésnek, és hangsúlyozta, hogy az ország a tanulta múlt hibáiból egy Lengyelországban tartott sajtótájékoztató beszélt erről. Hát szörnyű nehéz helyzetben vagyok, mert én mindig elmondom, hogy Annalina Berbuk sokkal-sokkal szebb, mint én. Én ezt tartom de egy, meddig maradt körügyminiszter, kettő, ő megbukott, mint kancellári előtt, kétszázalékkal verte meg négy évvel ezelőtt a HBK-t, és lett kancellári előtt, ahol sikerült levinnie pártját és saját magát 40-valány százalékról 16-18 százalékra. Neki ma súlya nincs. Annyi butaságot mondott. A Putyin 360 fokot. Nem érdekel, hogy a választok mit akarnak, én így politizálok. Neki nagy esélye nincs. Ö, nem hiszem azt, hogy a zöldek ö, kormánytagok lennének a CDU-CSU alatt. Van esélye, mert a MERS az A ő viszont bejelentett, hogy akkor a CSU nem vesz részt a kormányba. Tehát ő is a utolsó hónapjait éli, február 23 a német választás, meglátjuk, hogy mi lesz utána. A Szikorszkival egy hangnemet használ, de Lengyelország idézőjelben legalább frontálom. Az Annalina Berbuk annyi információt kap, hogy tudnia kell, hogy amit mondasz, így nem igaz. Egyébként ezer napja tartott a háború tegnap a tanár úr szerint, lesz 1365. nap is. A válaszom az, hogy remélem, hogy nem, plusz meggyőzésem szerint Trump pillanatok alatt el fogja mondani a saját javaslatait, és nyomást próbál gyakorolni mind Moszkvára, mind Kievre. Ha most kéne válaszolnom, azt mondám, hogy remélem, hogy nem lesz. Uh, Rio de Janeiro-ban tartott Le. a G20-as csúcs találkozó. Beszéljünk talán egy kicsit arról, mi volt, és milyen döntések születtek. Én végignéztem a döntéseket, csodálatos, lépünk föl a szegénység a nők elnyomása egyéb ellen. Amióta az eszemet tudom, ugyanezek a határozatok vannak 60 éve, de ha visszamegyek a történbe, akkor is ilyen határozatok voltak. Tehát ezek gyönyörűek. Én nem tudom, hogy az ott jelenlévők olyan naivok -e, hogy elhiszik ezt, vagy pedig egyszerűen annyira, nem merem azt, hogy pofátlanok, mert ez csúnya szó, annyira politikusok, hogy ezeket bedobják a köztudatba. Tessék megnézni, hogy az Európai Unió létrejötte óta 57 március római szerződés, az ENSZ létrejötte óta San Francisco. Hány ilyen határozat született? Fölszámoljuk az anarchabétizmust, fölszámoljuk a gyermek szegénységet, fölszámoljuk a nők elnyomását. Tényleg rengeteg dolog történt, de az alapkérdésekbe változás nem következett be. Tessék megnézni bármelyik kormány összetételét, mennyi a nők aránya pont. Egyébként volt egy érdekes incidens, hogy a Modern Művészetek Múzeumában volt ugye ez a találkozó, és ott volt egy brazil katona, aki biztonsági feladatokat látott el, és tévesztesen azonosították az arcfelismerési rendszer alapján, azt hitték, hogy ő egy bűncselekmények miatt körözött személy. Igen, elvitték, majd pár óra után szabadlábra helyezték, ami mutatja, hogy a technika sem csodálatos, tehát a technikában is vannak hibák, összekeverték, összezavarodtak, a katona már visszament a helyére és folytatja a szolgálatát. Így van, igaza van önnek. Viszont ha már Brazíliáról beszélünk, Igen. amiről viszonylag keveset szoktunk beszélni, ugye Lula elnök idején látjuk most, hogy milyen Brazília, hogy látja a úr Brazíliát. Hát én három hétig végig utaztam. Voltam egy hetet éjszakon, egy hetet voltam Rio de janeiro és egy hetet voltam az Iguaszó vízesésnél. Az ország csodálatos, ez az egyik. A másik, másik hogy a nyomor és a szupergazdagság keveredik. Én életemben ilyet nem láttam, hogy a gazdag emberek házainak tetejéről drót jön le, a drót nem jó. Olyan anyag jön le, hogy a házat védik, pici lukak vannak, úgy lehet kilátni az ablakokon, gyakorlatilag a betörés lehetetlen. Itt láttam azt, hogy emberek a földön alszanak a házak bejáratánál és az a feladatuk, hogy védjék a házat, ne a gyúlisten támadás történne. Csodálatosan szép az ország. A Kopakabánán, ha valaki letesz egy papucsot, és elfordul, már nincs ott a papucsa. Csodálatos szép a Jézus szobor, minden szép, a cukorsüveg álomszép. De Brazíliában van olyan városrész Rio de janeiro ahol a taxis nem hajlandó bemenni, azt mondja, hogy élve ember még nem jött ki. Tehát nagyon nehéz a brazil kérdés, a pró és kontra oldal egyaránt ott van. Menjünk tovább, Németországgal foglalkozzunk. Akkor a tanár úr ugye a bevezetőben Német. mondta, hogy Olaf Scholz szeretne lenni a Szociáldemokraták kancellárjelölt, és bevallom, lehet, én vagyok a buta, de én azt gondoltam, hogy egyértelmű, hogy Scholz lesz majd a jelölt. Ezek szerint mégsem ennyire egyértelmű? Kezdjük az elején. Egy. Gyakorlatilag ott ardog, hogy a CDU óriási harcunk után a Merszt jelölte, és visszalépett a Zöld-el. Nem volt könnyű játék, a CDU tartományi miniszterelnökök bejelentették, hogy nem hajlandók szülder támogatni. A zöldeknél a Habek nyert, miután Anna Lina Berbuk négy év alatt megmutatta, hogy ő azért alapvetően mindenre alkalmatlan. A SPD-nél van egy nagyon furcsaság. Behoztak egy tartományi miniszter Boris Pistorius védelmi miniszternek. Eddig szinte minden német védelmi miniszter megbukott korrupció, lást von lion, és lehet sorolni. Volt olyan német védelmi miniszter, ö, 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 rögtön mondom a nevét, egy CSU-s politikus, aki azt mondta, hogy hajlandó merkel ne helyére állni. Merkel a doktoriát, von Nutzog hívták, és pillanatok alatt megbuktatták. A Pistorius jó szerepel. Fölkészült, megtanulta a szakmát. Ma a lakosság körébe a legnépszerűbb szociáldemokrata politikus magyarul. A párt vezetése sócot támogatja, a tagságpisztórius január 11-én lesz döntés. És mire számít? Alár úr, hogy fognak dönteni? Vagy van-e itt még valami csoda, vagy kiút a szociáldemokratáknak egy jó jelöltel, hogy akár megfordítsák a választási eredményt? Nem tudják megfordítani. Az én problémám az, hogy én úgy gondolom, de én nem vagyok Filozofus, hogy a szociáldemokrata filozófia fölött eljárt az idő. Tehát meg másik. Hol van ma egy Willy Brandt vagy egy Helmut Schmidt? Én nagyon-nagyon tisztelem a Solcot. Nem karizmatikus kancellár, kiváló gazdasági szakember. Pistorius, hát ő egy tartományi politikus, aki másfél éve körülbelül védelmi miniszter. Tehát én nem látom a szociáldemokrata pártban azt, hogy lenne olyan átütő ereje, amivel képes a választások meghatározására bárki lesz az. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kit fognak jelölni. A párt élén egy hölgy és egy úrára hölgy bement az utcáról, már egyszer elmondtam, hogy pártelnök akar lenni, kirögték, kidobták, majd senki nem jelentkezett, ő lett a pártelnök. Nagyon nehéz a szociáldemokrata párt mai helyzete, meglátjuk, mi lesz. Balról ott a linke, ott a szara vágenknek, tehát nem egyszerű a SPD helyzete. És akkor behoznék még egy hírt, ami részben az orosz háborúval kapcsolatos Németországról jutott egyébként eszembe az északi áramlat kapcsán mert hogy van egy olyan hír, mi szerint történt egy incidens, és ahogy azt mondják, hogy egyesek szerint ez válaszlépés lehetett Oroszország részéről, a balti tenger alatti kommunikációs kábelek két különálló, de időben közeli sérülése komoly nemzetközi aggodalmat váltott ki. A Guardian írta meg, hogy a Finországot Németországgal összekötő Sea van kábel, valamint a Svédország és Litvánia között húzódó Nordbalt kábel sérült. A német és hatóságok közös nyomozást indítottak az ügyben, miközben több ország védelmi minisztérium a szabotási lehetőségét valószínűsíti. Lehet, hogy ezek viszont az oroszok voltak? Én a német tévét nézem. A német tévéből szakértők azt mondták, egy, nem tudják, kettő. Mivel ebben a térségben NATO a gyakorlat volt bármi lehet, három, a halászhajók által kifeszített, ledobott orgonyok, vagy, és hálók lehet, hogy megsértették ezeket a vezetékeket. Tehát a németek egy szóval nem mondják azt ki, amit a kisebb államok kimernek mondani. Meglátjuk, hogy mi lesz, nyilván Oroszország válaszolni fog az északi áramlat robbantására. Hogy ez az-e, ezt ma éppen szülemben nem meri gennel vagy nemmel megválaszolni, meglátjuk, hogy a vizsgálatok valaha ki akarják edelíteni. Ha ki akarják, akkor ki fogják. A kérdés az, hogy ha az oroszok voltak, és feltételes módot használtam, Célszerű az európai orosz kapcsolatokat tovább bomlasztani. Pont. Egyébként a német védelmi miniszter Boris Pistorius kijelentette, hogy senki sem hiszi, hogy ezek a kábelek véletlenül sérültek meg, de hozzátette. Igen. Tette, igen. Önnek van igaza, de Boris Pistorius kancellárjára szeretne lenni. Pont. Igen. És már. minden mondatát így kell értelmezni? Mostantól igen. Mindent. Minden Egyéb... van Igen. Egyébként a tanáros szerint Boris Pistorius jó védelmi miniszter? Boris Pistorius azon emberek egyike, aki bejött úgy, hogy nem értett hozzá, és megtanulta a szabmát. Ez a becsületére válik. És azt hozzátette, hogy a sérülések hibrid hadviselés részének a sérülések a hibrid hadviselés részének tekinthetők, bár konkrét felelős nem nevezett meg egyébként ugyanerre erre az álláspontra helyezkedett a svéd védelmi miniszter is, de hát ebből nagy botrányt, amennyire látom, nem akarnak csinálni. Persze, hogy nem akarnak, hát Oroszországgal a kapcsolat mély ponton van. A Balti-tengerről megpróbálják az orosz hajókat kitiltani, megpróbálják Königsberg-térségét, Kaliningrád lehetetlen helyzetbe hozni. Tehát annyi mindent látunk, ami új, amit egy orosz-amerikai csúcson meg kell vitatni, Európa feje fölött, ugyanúgy, ahogy a hidegháború korában. Beszéljünk egy kicsit a közel-keletről. Ott van egy olyan történet, hogy még korábban Izraelnek volt egy tűzszüneti javaslata konkrét tervekkel, aztán nagyon sokáig nem történt semmit, ugye most a Libanonról beszélünk. Addig most a Libanon, illetve a Hezbollah úgy tűnik, hogy elfogadnák az amerikaiak által közvetített tűzszüneti javaslatot bizonyos változtatásokkal. Ezt viszont nagy valószínűleg Izrael nem fogja elfogadni, bár még bármi történhet. Hogy látja a tanár úr, lehet-e béke a közelkeleten ma? A válasz az, hogy ma nyilvánvalóan nem. Izrael tökéletesen tudja, hogy a republikánusoktól nagyobb támogatást fog kapni, mint amit kapott a demokratáktól. A második. El kell dönteni Izraelnek, és én nem tudok Budapestről választ hogy hogyan viszonyul a jövőbe Iránhoz. Mondok egy-két nagyon fura dolgot. Irán és Izrael stratégiai szövetségesek voltak a sak alatt. Majd jött 1979-ben az iráni iszlám forradalom, amely mindent megváltoztatott. Törekszik-e Izrael arra, hogy Iránnal szembe fölépjen katonailag, amerikai támogatással, vagy törekszik -e arra, hogy kiegyezzen Iránnal, hiszen Iránban nagyon komoly belső problémák vannak, amiről soha senki nem beszél, lakosság ellátása, a síta többség, szunita kisebbség, keresztény kisebbség is lehet sorolni. Én nem tudom, hogy Izrael milyen stratégiát fog választani, azt se tudom, hogy Netanyahu merünk marad miniszterelnök, a népszerűsége a háború folyamán úgy is nőtt, hogy rendszeres tüntetések vannak ellene. Tehát így nyilvánvaló, hogy január 20-tól a Trump számára a legfontosabb prioritás Izrael lesz, Ukrajna leértékelődik, és második helyre kerül a kínai kérdés van egy nagyon érdekes történet, ugye van a Unifil, ez az EZ-Libanoni ideiglenes mm. csapata, amelyeknek az volt a feladata, vagy hát az a feladata, hogy a libanoni és az izraeli határon a béke fenntartásáért küzdjenek, és hogy most, az elmúlt napokban francia és finn csapatok járőröztek a Unifilnek a zászlaja alatt BDS yes fajluban, amikor egy csoport meg nem nevezett ember, akik közül legalább egy fegyveres volt, <coughs> bocsánat, akadályozta az elsz katonákat a továbbhaladásban. Folytatták útuk, folytatták útjukat, és amikor egy órával később átértek Marakek faluba, körülbelül 40 szer lőttek rájuk hátul. És nagyon érdekes, hogy az ENSZ nem azt mondja, hogy mit tudom én, ez a Hiszbola volt, hanem azt mondja, hogy ezek a csapatok valószínűleg nem állami szereplők voltak, és ezt úgy értékelték, hogy a Unifilnek nehezére esik kimondani a Hiszbola nevét. Miért? Mert ha kimondja a Hezbollah nevét, abban a pillanatban a Hezbollah támadások tömegét hagyja a Irán lenne. Egy-kettő. Magyarok szintén vannak ott, 16 an ebbe a csoportba. Három. Nyilvánvaló ez az ENSZ csoport nem tudja a feladatát végrehajtani egy háború kellős közepén, mert nincs erre fölkészítve, és egyik fél sem foglalkozik velük. Izrael is megtámadta bázisukat, illetve nyilvánvaló Hezbollak és abból indul, hogy támogassák őket, nem támogatják. Zárójel jegyzem meg, hogy mi soha nem beszéltünk arról, hogy a gázai övezetben nagyon komoly voltak, ezek döntő része palesztin volt, és ezek nyíltan, kevésbé nyíltan a Hamas támogatták. Ugyanezt a Hezbollak az enszerőktől Ibanonban nem kapta meg. Így milyen jönnek a hallgatói kérdések, előtte azonban még behoznék egy-két szemét, mert hogy Trump folyamatosan jelöli ki a különböző minisztereit, egyébként nagyon érdekes. Például az oktatási tárca váramányos a 76 éves Linda McMahon. meg McMahon szintén a tévés szórakoztatóiparban lett is, mert először pankrátorként, majd a legnagyobb pankrátor szervezet ügyvezető igazgatójaként, a férje és a fia is pankrátorok voltak, és volt olyan show, amikor egy mással verekedtek. Mit gondol erről? Trump akar egy olyan kormányt, amelyikbe bízik. Ezt megcsinálja. Az elkövetkező hónapok, január 20 után meg fogják mutatni, hogy ki alkalmas, ki tud fölnőni a miniszteri posztig, ki nem. Aki nem, azt le fogja váltani. Ugyanezt csinálta első elnökség alatt. Én nem tudom, mondtam-e az ön műsorába hogy volt egyszer egy szociáldemokrata politikus, úgy hívták, hogy Hans Jürgen és Njavszky, aki azt mondta, hogy német, 60-as évek végén vagyok, hogy Németország tele van kiváló államtitkárokkal, de az az egy lépés, ami a minisztert az államtitkártól megkülönbözteti, az hiányzik. USA tele van kiváló választási szakértőkkel. Ez a hölgy is végig támogatta Trumpot. De meglátjuk, hogy megvan ez a plusz lépés, hogy valaki egy támogatóból alkalmas a miniszternek. Én először a vietnámi háborúban mondtam azt, hogy valaki kiváló partizán vezető volt, nem biztos, hogy jó gyárigazgató lesz. Ugyanaz a véleményem most is. Hm. Az egészségbiztosításnak a vezetője is megvan, ő Mehmet Oz, a Dr. Oz néven ismert tévés orvos, egy török-amerikai kettős állampolgár, sikeres szívsebészi karrierje, után offra Winfrey névé lett TV és ugye azt tudjuk, hogy Robert F. Kennedy lesz az egészségügyi miniszter, és akkor ő vele kell gyakorlatilag atyáboráznia az amerikai egészségügyet. Ez egy szörnyű, nehéz kérdés, mert az USA-ban rengeteg embernek nincs biztosítása. Ö, nagyon érdekes lenne fogadni arról, hogy január 20-án beiktatják Trumpot fél időbe, tehát két év múlva a mai kormányából hányan lesznek még a posztjukon. Az energetikai miniszter egy korábbi olajos vállalkozó, szóval szép, szép, szép csapat. De mindegyik főnök volt, akit önmond energetikai miniszternek, az is az olajos cég egyes számú vezetője volt. Így van. A tanár úr szerint az jó egyébként, hogyha az való életben már bizonyított sikeres cégvezetők irányítják az állami szerveket? A válasz az, hogy ez kiváló lehet, de egyet tudomásul kell venni a cégvezetőnek, hogy a cégben mások a működési játékszabályok, mint egy minisztériumban, és egy amerikai miniszter sokkal kevesebbet keres, mint egy cég egyes számú vezetője ezek nagy kihívások. Ö, ugye a tamáró soha nem volt államtitkár, meg miniszterelemben állami céget vezetett, de hogy szerint más, hogy van az, amikor állami dolog? Tehát, hogy más a lelkülete az egész történetnek, több más szempontokat kell figyelembe venni? Persze, egy állami cégnél az a feladatom, hogy profitot termeljek, és végrehajtsam az utasításokat. Egy miniszternek teljesen mások a feladatai. Én, mint egy meghatározó országos cég egyes számú vezetője voltam a harmadik világban. Hol oda jött hozzám, valaki és mondta, hogy ennyi és ennyi pénzzel segítsük őket. Mondom, oké, mit kapunk cserébe? Nem érti a kérdést. Mondom, értsen meg valamit. Én egy állami cégnek vagyok a vezetője. Nekem nem az a feladatom, hogy pénzeket osztogassak. Nekem a feladatom az, hogy profitot termeljek. Pont. Hallgatói kérdésekkel folytatjuk, így szól az első. Tisztelt Nógrádi úr, a jövő nyári terveimmel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni, ugyanis Kievbe utaznék udvarolni a kedvenc pompom -pom csapatomnak, mert rendkívül motivál a P betűs szó, amit ön állandóan elfelejt. Mit gondol, a digra konszolidálódik annyira a helyzet, hogy nyugodtan meg tudja kinni egy, kvás, egy kávét a hölgykoszorúval, vagy még azért ne foglaljak azt a retrovilleben lévő borcs kifőzdébe, válaszát előre, és köszönöm Kondor Mihá Milán Kondi hegyvidékről. Hát de a válaszom az, hogy van egy jó meg egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy a hegyvidék viszonylag közel van a ukrán határoz, tehát előbb-utóbb információkkal rendelkezik. A második hírem az, hogy január 20-tól minden meg fog változni, de senki nem tudja megmondani, milyen gyorsan. A T betűt nem mondtam, azt mondta? P. P. A három P-ből az egyik. A három a harmadikat most se fogom kimondani. Az első kettő volt a pénz és a pia, a harmadikat elfelejtettem. Ha kimegy egy pomponál csapaszhoz, én nagyon sok sikert kívánok a harmadik P-hez, de várja meg, hogy milyen változások lesznek január 20-a után Ukrajnába, mert jelenleg a magyar-ukrán viszony rendkívül feszült. És akkor egy újabb kérdés, kedves tanárul és tamás. Tanár úr többször említette, hogy nem tudni, hol lesznek Ukrajna keleti határai a háború után, de ami még izgalmasabb, hogy hol lesznek a nyugati határai, amiről senki nem mer beszélni. A kérdésem a nyugati határa vonatkozik. Mivel január 20-ától Donald Trump lesz az Egyesült Államok elnöke, elképzelhető az oroszokkal való kiegyezésben, hogy amerikai és vagy orosz érdekből Ukrajnát arra kényszerítsék, hogy területeket adjon át tőle nyug nyugati országoknak. Gondolok itt például arra, hogy nemzeti alapon, ahol románok élnek, azt Romániának, ahol magyarok, azt Magyarországnak, ahol lengyelek, azt pedig Lengyelországnak. A kérdésem, hogy erre van-e esély, és ha van, akkor kinek van ilyen érdeke, még akkor is, ha erről senki nem beszél, tisztelettel Dániel, Szerbia, Szerbia maradék. Hát mi a három nap múlva leszek Topolyán, jöjjön el az eladásomról, hogy beszélhetünk egy-kettőt. Én értem, hogy az egész kérdés azért tette föl, hogy van-e lehetőség a magyar határok módosítására. A háború előtt Kárpátalján a magyarok arány 8-12 volt. Ez most leesett a felére. Rengeteg magyar eljött, rengeteg magyar elüldöztek, hál' Isten jó pár magyar vállalta, hogy a helyén marad, és rengeteg ukrán betelepedett. Tehát máshogy fogalmazva, a magyarok aránya ma 4-6 százalék. Ezzel azt hiszem megválaszoltam a kérdését. Köszönöm szépen, és akkor jó reggelt, kedves Tamás és tanár úr. két rövid kérdésem lenne, remélem lesz rá idő, hogy belemenjünk. Egy, a kommentekben mindig szidják a szlovákok a magyarokat, pedig önként költöztek be hozzánk, és aránylag jó kisebbségi jogot kaptak. Ők viszont elvették a területeinket, történelmi emlékműveinket megrongálták, zaklatják az ottani magyarokat, és még ők gyűlölnek minket. Kérdem én, a mi vagy az ő történelem könyvünk hazudik? A válaszom az, hogy hál' Isten, most már rendszeresen összeülnek a szlovák és magyar történészek, és próbálják kibogozni, hogy a kettő közt hol van az igazság. Ha én megnézem a Benes dekrétumokat, amelyek ma is érvényen be vannak, ez szörnyű. De ha megnézem, hogy Benes szobra ott áll, Prágában a minisztérium előtt, akkor ebből le kell vonni következtetéseket. Hát ha egyszer szóba élt, akkor tartatnánk egy beszélgetést Benesről és Masszarikről. A két, két, politikus könyvei teljesen más stratégiát alkalmaznak. A következő az, hogy ahogy ő föltette a kérdést, a szlovákok azért nem így látják, és a szlovákok úgy látják, hogy a magyarok telepettek be, stb., de ténylegesen célszerű lenne a kétfél közti nézetkülönbségeket legalább lecsökkenteni, erre hál' Isten a mai szlovák kormány hajlandó. Második kérdés. És a második, a tanár úr milyen nyelveken beszél és milyen szinteken esetleg fel tudna idézni nekünk egy vicces történetet, ami valamilyen nyelvi nehézségből adódóan következett? Üdvözlete Jóska! Hát én egyetemen német szakos voltam, és egyetemen az volt a szokás, ezt csak nálunk csinálták közgáz, 68 6, 72 év voltam diák, hogy minden szemeszterbe, tehát minden fél egy hónapig egy tárgyat tanultunk. Én mindig a nyelvet választottam. Oroszul rengeteget tolmácsoltam, ma naponta használom a németet, különösebb problémám nincs. Felnőtt fejjel tanultam meg angolul, úgy is beszélek, és mivel 40 évig szállodát veszettem. Részint úgy, hogy béreltem, részint telepített idegenvezetőként Jugoszláviába, ezért pár ezer szót tudok, tehát egy, egy társalgási nyelven beszélek szerporvától, nem jól. Jól beszélek németül, és jól beszéltem oroszul. Rengeteg sztorim volt. Hát azt mondta, hogy mondjak el egyet. Kim voltunk minden évben szilveszterezni, elmentünk valahova, és akkor elmentünk Leningrádba. És hát akartam inni valamit a büfébe, és ki volt írva, hogy 9 órakor nyílt a büfé nem látom, hogy nincs 9 óra. 9 óra, 10 kor elkezdtem dörömbölni. Ezt elég kevesen csinálták meg az akkori Szovjetunióba. Miért dörömbölök? Nem hm, vagyok. Szóval miért nem azt kérdezi az elvtárs, hogy a hölgy miért nem jött be dolgozni? azért nem jöttem, nem kérdezem. Abszolút nem érdekel, hogy a hölgyen mi van, és szeretnék inni. Mire azt mondták, hogy maga fasiszta, mondtam, nem csak szomjas. Tehát rengeteg ilyen sztori volt, mindig elég nagy volt a pofám, ennek volt jó és rossz oldala. Köszönöm szépen egy újabb kérdést. Tisztelt Nógrádi tanár úr, a kérdésem Trump elnökkel kapcsolatos. Ki felügyeli a védelmét a beiktatásáig, a demokraták vezette mostani vezetés? Ha sikeres merénylet történet Trump ellen, a demokraták azt mondanák, hogy elnézést hibáztunk, akkor ki lenne az USA elnöke, vagy új választás lenne, mivel a megválasztott elnök még nincs beiktatva? Üdvözlettel Miklós Zalaegerszegről. A válaszom a hogy remélem ez nem fog bekövetkezni. A másik az, hogy ha egy elnökkel valami történik, akkor az alelnök lép a helyére. Amikor megválasztották Kennedy-t a demokrata párt elnök 1960-ban is 60-as választásokat megnyerte, a kiválasztott alelnök Johnson azt mondta, hogy egy alelnöknek egy van, hogy az elnök meghal és jó helyére lép. Nála ez bekövetkezett most. Bocsánat, hogy kérek, most remélem nem fog bekövetkezni. És akkor egy újabb kérdés is, tehát úr, az orosz háborúba bekapcsolódtak észak-koreai katonák is. Lehetséges, hogy azért kapcsolódtak be, mert van közöttük, vannak közöttük néhányan kínai katonák, tisztek is, akik így szereznének harci tapasztalatokat, így készülnének egy esetleges távol-keleti háborúra. Üdv Károly a sziget közből. A válasz a ennek a valószínűsége minimális. A koreai és kínaiakat azért keményen meg lehet különböztetni egymástól, és ha egy kínait elfognának az ukrán fronton, abból óriási botráj lenne. Nem hiszem, hogy ezt kéne megkockáztatná. Köszönöm szépen, ezek voltak a kérdések és a válaszok. Most pedig a tanárodat kérném, hogy ismertesse a játék kérdésünket. Én úgy érzem, hogy végre sikerült egyszer egy nehéz kérdést találnom. A kérdésem az volt, hogy melyik uralkodó család volt a történelemben leghosszabb ideig hatalmon, Habsburgok, Hohenzollernek még néhányat föl tudok sorolni. Várom a választ. A szomszédom, aki mindig első nap közölt a jó választ, most fölhívott és rossz választ mondott. Tehát várom a jó választ. Köszönöm. Tehát van remény. www.ultrahang.tv per játék erre az oldalra várjuk a helyes megfejtéseket. Közben nézem, egyébként vannak jó választak, választak, tűnő válaszok, igen. Uh, és uh, a helyes megfejtés beküldők között könyvet sorsolunk ki, meg ultrahang előfizetést is, mert majd át fogunk állni az ultrahang előfizetésre, de rosszul mondtam az előadásban, meg könyvet mondtam, ez most mindkettőt megkapják a nyertesek, úgyhogy úgyis nehéz a kérdés, úgyhogy érdemes lesz játszani. Egyéves ultrahang előfizetésért és könyvért várjuk tehát a válaszokat jövő péntek éjfélig. Uh, tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én nagyon szépen köszönöm, viszont. Látásra. A kedves hallgatóinak is köszönjük a figyelmet, találkozzanak a tanárúrral ma Tamásiban, holnap közösen megyünk Visontára, ide kérjük, hogy regisztráljanak a www.ultran.tv rendezvények oldalon, regisztráció nélkül is lehet jönni, csak mi jobban látjuk, ha regisztrálnak, illetve a tanárúr még megy topolyára pénteken. Péntek. pénteken és lehet rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit a www.ultrahangkönyvek.com oldalon keresztül, valamint lehet jelentkezni a 200 ezredik feliratkozónkat megünneplendő vacsorára a videó leírásában található linken keresztül. Itt jegyezné meg, hogy arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornákra, hiszen nagy esélyünk van rá, hogy a héten meglegyen a 200 ezredik feliratkozónk. Mindenkinek szép napot kívánok, a tanár úrra szombaton jövünk legközelebb, addig is vigyázzanak magukra, viszont látásra, viszont hallásra.